Amíg én elmentem Londonbe, addig megjelent a Saints Row, és még nem néztük meg, hogy milyen. Ez egy open world, már-már majdnem sandbox játék, amit mindenki azért szeretett, mert ez egy olyan, mint a GTA, és rendkívül vicces, mókás szituációkat mutatott meg nekünk. Hát ez ugye ilyen, hogy is mondjam, majdnem, hogy indie projektként indult el annó, de mára már azért elég durván kinőtte magát AAA-re. És ez a szériának a rebootja lenne, ez a játék. És hát én természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mit mondanak róla, a reviewerek, mind pozitív, mind negatív, de én most ettől függetlenül szeretnék eltekinteni. Szeretném magam megtapasztalni a játékot és az élményt, amit biztosít. Játszottam korábban amúgy a Saints Row-kal, egyiket se játszottam végig. Talán a Sir-ben játszottam amúgy ott utoljára. Azzal is amúgy egy 10 órát. És azért mutattam meg, hogy hogyan indul el a játék, mert lehet választani, hogy ez most DirectX 12-vel, 11-el vagy Vulkánnal induljon el. Az, hogy most ez most miért lett ablakos, amikor direkt stream előtt beállítottam, hogy full screenbe menjen, az már egy más kérdés. Ezekkel a hibákkal valószínűleg ti is fogtok majd szembesülni. Így van, full screen, azt szeretném. A lehető legtöbb beállítást egyébként felraktam maxra. Valamiért itt a 60 FPS-re a lokkolva volt alapból a játék, de én ezt elszabadítottam. Úgyhogy elvileg a maxos grafikáját fogjátok látni a játéknak. Epiken van amúgy meg nekem, a hazai forgalmazónak, a megnyúnak köszönhetően. Úgyhogy amit még így a beállításokkal kapcsolatban szeretnék nektek mondani, hogy ennek a játéknak is van Toby Eye Tracker-es bővítménye. És mivel nekem van Toby Eye Tracker-em, ezért olyan menő dolgokat fogtok tudni látni ebben a játékban is, amit például láthatatok a Watch Dogs Legion-ben, vagy az AC Origins-ben, a Dynamic Light Adaptation-t, az a legjobb dolog ebben a Toby Eye Tracker-ben, ebben a Toby Eye Tracker-es bővítményben. Itt a Twitch-en beírjátok azt a parancsot, hogy felkelte a Toby 2 ível, akkor láthatjátok, hogy ez mégis mit jelent. De a lényeg, hogyha valami fényes dologra nézek, akkor a képernyő elkezd alkalmazkodni ahhoz a fényhez, mint a valóságban, és sokkal jobban látni fogjuk a körülötte levő dolgokat, vagy hogyha éppen a sötétben nézek, akkor a képernyő kivilágosodik. Ez a dinamikus fény mókázás, ez egyszerűen fantasztikus. Természetesen lehetne a menüt is navigálni. A clean UI az ugye az, hogy elrejti a UI elementeket, de ezt kikapcsolom, mert így, hát én streamelek, és ti szeretnétek nézni, hogy mit tudom én, mennyi lőszerem van, meg ilyenek. Az extended view az azt csinálná, hogy ha én elnézek mondjuk a képernyő bal alsó sarkába, akkor a karakterem feje fordulna vele egy kicsit, hogy ugye a képernyő közepét oda vigye, ahova én nézek. Tehát ugye ez ilyen rásegítő, hogy is mondjam nektek, rásegíti a képet oda, ahova én nézni próbálok. Illetve, hogyha a fejemet is mozgatom, akkor szintén a kamera mozogna arra, merre az én fejem mozog. Ez a technológia, ez nagyon gagyi, szerintem. Lehet, hogy 10 év múlva ez a technológia elég fullos élményt fog amúgy adni, hogy a fejed mozgása és a szemed mozgása alapján mozgathatod majd a karaktert. Nem tudom, ez szerintem inkább jelenleg ilyen hányingert keltő dolog. De például, hogyha majd célzok valahova, akkor
oda fogja rántani egyébként a kamerát, tehát hogy ez az aimed gaze az például olyan lesz. Illetve, hogyha ránézek egy NPC-re, akkor valami reakció lesz tőlük. Ezt így szeretem volna elmondani nektek, mert ezek ilyen fancy feature-ök, amit lehet, hogy nekem a Saints Row-s élmény jobb lesz, mint azoknak, akik ezt a Toby Eye Tracker-es dolgot kihagyták. A Saints Row mindig is egy vises GTA volt? Igen, olyasmi, igen. Hát én a legnagyobb negatívum, amit találtam a játékkal kapcsolatban, az, hogy a kreativitás hiánya volt a Mortarén. Meg valószínűleg a 60 eurós ára. Azt nézem, srácok, hogy milyen nehézségen játszunk. Hát a bosszon meg a sensei-en valószínűleg nem fogunk, mert a középső. Szerintem a legtöbb embert nem az zavarja, ami általában a játékoknál, hogy most persze megjelenéskor hibákkal jelenik meg a játék, most tehát hogy ezzel mindenki számol, hanem más az, ami zavarja az embereket. Például, amit Istok is mondott, hogy a kreativitás hiánya, illetve hogy például nincsenek ikonikusan vicces karakterek, de hát én ezt most honnan tudnám, ugye? Tehát, hogy ezt mástól hallottam nyilván. Nincsenek ikonikus kiemelkedő karakterek, nincsenek ikonikus fegyverek, például már dildó sincsen benne. Ugye, ez fontos. Már dildó sincs benne a játékban. Az ikonikus dildó. Antonio. Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. Milyen sapkába meg öltönybe nyomta ott az arc. Valami technológia nagyon durván dolgozott ezen a pezsgős poáron, már konkrétan olyan volt, mint hogyha nem lett volna szára. Ja, amúgy be van nyomva a streamer mód így a zenéket illetően, szóval nem lesz olyan epikus, mint hogyha ti játszanátok a játékkal. Benne van a cica is, tehát Stray Cop, igen. Knock if I were you. Hát amúgy igen, Phoenix nagyon jól mondott, hogy... Hello? It's Antonio Espina. Hogy a Saints Row játékok lényegét az ikonikusan elmebeteg és őrült, nem vicces dolgokat, azokat így, hát így nagyon durván mérsékelték, én is ezt hallottam. És hát ugye ezekkel a polkor egység meg a cancel culture miatt már nem lehet szórakázni, mert nagyon durván eláshatják magukat, csak hát ugye a Saints Row ez volt a lényeg. Egy a karakter kreálás. Hát én nem tudom, srácok. Vannak a presetek, és így gondolom most e közül kell választani. De gondolom azért jobban testre szabhatjuk majd a karakterünket. Én azt mondom, hogy legyen ő. Ha kiadják a lényeget, mi a pontja, mi a lényege a játék? Hát amúgy igen, tehát hogy... Nem tudom. Kíváncsi vagyok, hogy így, hogy én már nem emlékszem, hogy milyenek voltak a Saints Row-k. Csak az alapján, amit elmondtam nektek, hogy ez most így milyen élmény lesz az első pár óra.
Kíváncsi vagyok, hogy ez így mennyire lesz számomra szórakoztató. Ó! Na, hát én azt mondom, hogy... Amúgy elég szar, hogy nem lehet viccelődni ilyenekkel. Azért az embereknek igénye vannak. Na, nekem ilyen igényei vannak, srácok, hogy tudjak olyan férfit csinálni, hogy ilyen nagy dudái vannak. Na, tessék. Na, ez már jó. Ez már jó. Na, tessék. Édes Istenem. Na, tessék, na tessék, már is lehet állítani, mekkora legyen a zsákja a karakternek. Na ez már tetszik. Ez már tetszik, a karakter králó már is vicces. Na, jó. Na menj már. Milyen protézise legyen? Azt a rohadt! Azt a rohadt! Zsír, amúgy. Zsír. Ilyet nem fogunk csinálni, de azért elég zsír, nem? Aha, még a materiált is be lehet állítani. Igen. Jó van, mamut. Király. És akkor a lábprotéziseket is be lehet állítani. Akkor mehet a fa lába, hogy mondtátok? Mennyire király már, basszus? Jó van. Oké. Okay. Hát... Így is lehet nyomni. Amúgy nem nyomjuk így. Nem tudom, amúgy másik materiál miért nem elérhető. No, hát ezeket a protéziseket amúgy annyira nem lehet testre szabni. Na, a Tales from the Borderlands az miről is szól? Azért... Amikor így olvastam, hogy ez így micsoda, és előbb cselekedtem, mint hogy felfogta volna az agyam, hogy ez így micsoda, akkor egy kicsit féltem, hogy itt most mit fogunk látni, de jó. Pillanat, srácok, csak szeretném, tehát hogy megnézzük a bimbókat. Úristen, hogyha ezt megmutatnám nektek, tehát hogy meg lehet nézni a bimbókat. Meg lehet nézni a bimbókat. Amúgy, srácok, Teljesen rendben vannak a bimbók. Azt... Na jó. Tehát, hogy srácok, lehet állítani, hogy ne legyen bimbó. Lehet állítani, hogy ne legyen bimbó egyáltalán. Azt is lehet állítani, hogy mekkora legyen a bimbó mérete. Csöpp. Na, az én karakteremnek csöpp bimbói lesznek. Jó. Jó. Csöbb bimbó. Na. Jó, és akkor most, hogy én ezt megcsináltam, és ti nem láttátok, de azért a fantáziátokra rátok bíztam. Nézzük, hogy mit lehet még itt csinálni. Ho-ho! Ho-ho! Na, menj már. Oké. Édes Istenem! A Tales from the Borderlands egy teltéles játék volt. És akkor ez a, ami most jön, ez most micsoda, Zakika? Tehát mit lehet itt beállítani? Amúgy nem tudom, ez a tojás, ez tetszik.
cenzornám. Na jó, találtunk jobban. Találtunk az helyzet, hogy találtunk jobban. De ennek olyannak kéne lenni, hogy ilyen derpnek. Tehát, hogy ennek ilyen derpnek kéne lennie. Nagyon jó. Tehát, hogy mi mást, srácok? Mi mást? Mi mást, ha nem egy padlizsán teszünk oda? Jaj, édes Istenem! Édes jó Istenem! Édes jó Istenem! Most mondjátok, hogy nem jó. Most mondjátok, hogy nem jó. Skin típus. Milyen jó amúgy a... Milyen jó amúgy a bőre? Igen, amúgy lehetne hálkot csinálni. Meg ilyen metálos... na menj már! Na menj már! Azt nézd! Az aranyember! Az aranyember is benne van. Mindjárt megkeresem azt a bőrszint, amit én a karakteremnek szánok. Jó. Nekem amúgy ez tetszik. Persze. Ez a nehézség választó most médium lett? Ez melyik játékban is volt a bőrszín a nehézség választó? Srácok? Na ez itt az, hogy hány százalékban pornós a karakter? 100%. Hogy le van olajozva? Azt nézd! Na hát, egyáltalán olajos lesz. Zsíros B5-ön! Amúgy ezt tetszik. Ez micsoda? Fúj. Jó, ilyenek, nem tudom, zombi harapások. Srácok? Hát egyértelműen segbeharapás. Na jó, amúgy ezt adom. Ilyen bőrhibákat is be lehet állítani. Ez nem kell. Na, hogyha valaki kérdezi, hogy Ihanter miért csinál ilyen beteg karaktert, azért mert ez egy beteg világ, nem? Tehát, hogy a Saints Row az őrültködésről és a beteg dolgokról szól, nem? Na, hairstyle. Nagyon pornos? A költsége 70% akarnak felgenerálása megye? Nem tudom, srácok. Ez tetszik, olyan kis szolid. Ez amúgy elég HC lenne ez a haj. Várjatok, átállítom. Amúgy ez is HC. Na mondjuk ez is komoly. Húha. Amúgy nekem a játékélményt biztos, hogy meghatározza az, hogy mennyire beteg karaktert lehet csinálni. Vagy hogy milyen karaktert lehet csinálni.
Amúgy ezt el tudom képzelni. Ezt amúgy fullra el tudom képzelni. Aki normális karaktert csinál a gameben, az tuti pszichopata valósem. Lehet, hogy csak magát akarja elképzelni a játékban, nem? Amúgy ez se rossz. Ez sem rossz. Amúgy valamiért ez az olajozás, ez nem tetszik. Mivel úgyse félmeztene lesz a karaktert, ezért az olajozást le fogjuk venni. Amúgy ismerek egy embert, aki ugyanígy néz ki. Rám gondolsz, Astromist? Amúgy ez is. Amúgy nem is szar. Jézusom. Az a helyzet, srácok, még nem vagyunk túl a hajaknak a felén. Ez a fonott amúgy elég HC. Ez mi? Ez micsoda? Mi ez a haj? Jézus. No comment. Nem, rajtad nincs általában ruha, csak olaj. Na, ez is például illik el ez a karakterhez. Lassan vége? Igen, Owen. Amúgy ez sem rossz, ezt is tökre el tudom képzelni. Amúgy szerintem ez lesz az. Na, srácok, ez lesz az. Mit szóltok? Ezt én abszolút el tudom képzelni. És szerintem a... Hát, hogy így... Tíz per tíz, azt mondod, Istok? Azt nem tudom, hogy a Color 2... Ja, látom, az amúgy lehetne ilyen sötét. Amúgy az jó, amilyen most, nem? Amúgy ez így tökre jó, nem? Nekem amúgy adja a karakter hajszíne, bár lehet, hogy feketén, majd barnán kellett volna hagyni. Na, mondjuk valahogy így. Tudom. Nem tudom, srácok, ez? Vagy ez? Mit mondtok? Én nem tudom. Egy szivárvány mehetne, az már igénytelen lenne, Istok. Ez vagy a sötét? Világos vagy a sötét? Mit mondtok, srácok? Melyik legyen? Én nem tudok dönteni. Amíg ezt kitaláljátok. A sötét? Jó van, oké. Okay. Ez elég egyértelmű. Jó. Már állítom is vissza. Akkor maradunk így. Alul piros, felül sárga, és kész is a mekis krumpli. Na nézzük. Na. Amúgy ez a zsarumosztás, ez mehet. Amúgy kell egy kis borosta neki, én azt mondom. Ez olyan normálisnak tűnik, ez nem illik. Kecske szakáll sem. De mondjuk ez se rossz. Szerintem kell bajusz amúgy ennek a karakternek, nem srácok? Ja, hát nem egy ilyen. Majd délelőtti stream, Saints Row karakter generáló. Hát szerintem lassan már túl vagyunk a felén. Ez is olyan normális. Our illustrious champion returns. Jaj.
Jazz Gear, nagyon szépen köszönöm neked a 14 hónapnyi támogatásodat, köszi, valamint szérakarcoló, nagyon szépen köszönöm a 13 hónap töretlen támogatásodat, méghozzá Tier 2-vel és moderátorként egyaránt. Eregjenek, srácok, a szvegek. Ez nem áll jól. Amúgy viccesen néz ki, de nem áll jól. Na ez mondjuk jó. Na ez jó. Amúgy ez is, ez a kis borosta. Hú, amúgy nem tudom. Én azt mondom, hogy ez legyen, srácok. Szerintem a szemöldökhöz ahhoz annyira nem kéne nyúlni. Az a helyzet, tudjátok, van a mondás, sose nyom fullba a kretént, szerintem a szemöldökhöz nem. Szemöldökhöz kár nyúlni. Ez már fullos kreté lenne, hogyha még a szemöldökhöz is hozzányúlnék. De mondjuk ilyen összenőtt, tehát azt amúgy így adnék. Nincs összenőtt szemöldök. Report. Új. Szarjáték. Már értem is, hogy miért húzták le. Miért nincs összenőtt szemöldök? What? Nagyon bölcs mondás. Na várjál már, itt ilyen... Izé? Ezt hogy is hívják, amikor így... Ott... Ez a vízvonal, tusvonal, mit tudom én. Ja, ezek a szempillák amúgy. Ja, GG. Azt hittem pedig menő leszek, tudok ilyen szavakat. Jó, el se nyúlunk hozzá. Szempilla is marad a klasszik. Na, srácok! Ezzel is megvagyunk, gyorsan az olajosságot azt kikapcsoljuk. Hogy is kell kikapcsolni? Returned. Ja. Csap-csap! Köszi szépen a 14 hónapot. És örülök, hogy tetszik. Na ez is egy olyan dolog, amihez nem nyúlunk. Figyeljetek, a randomizer az csak erre vonatkozik, ugye? Jó. Az a helyzet, egy kicsit félek, hogy nem tudom, majd jó arc. Amúgy ez tetszik. Tehát, hogy ez az arc szerkezet, ez amúgy tetszik. De megmondom nektek őszintén, félek, hogy nem fogunk majd normálisat találni. Valamiért több vicces arc. Amúgy? Szevasztok, skacok. Azta. Az mi? Az micsoda? Ez homo akármi. Ez a neandervölgyi ember. Amúgy ez is elég HC. Nem. Jézusom! Mondom nektek, hogy a legrosszabb az, hogy nem fogunk tudni utána olyat találni, ami így megfelel azt a... Na, hát ez a randomizáló, ezzel is jó sok időt el lehet tölteni. Amúgy ezt tetszik? Ezt tetszik. Amúgy ez is elég jó. Ez nem, ez túl van tolva. Ez is, tehát hogy mi ez az orr, please. Meg mik azok a nagy szemek? Amúgy ez. Ez tetszik. Na ez például tetszik. Na ez például simán el tudom képzelni a karakteremnek. Ez tetszik. Ez mehet. Ilyeneket nem állítunk, arc akármiket se állítunk. Ez micsoda? Folyik az orromból a vér. Macska karmolások, igen.
Jézusom! Ez mit csinál, srácok? Már hogy így fül... Ja! Ne szívass már, hogy piercinget is így be lehet állítani. Na, hát ezekkel nem fogunk foglalkozni. Or piercing. Én olyan... Na, ilyet szeretnék. De mi? Ez nem tetszik amúgy. Mit lehet a szájára? Száj piercing? De az a helyzet, ezeknek a méretét nem lehet állítani, úgyhogy nem tetszik. Na. Az megvan, srácok, hogy lehet még ki is festeni a karaktert. Jézus, atya úristen. Ez micsoda? Miért akarna ilyet bárki? Ja, hogy mert ez ilyen minta. Jó, értem. Ez fantasztikusan néz ki ez a szívecske. Na, jól van, srácok. Ezt is megnéztük. Ilyet is lehet csinálni. Hogy mi? Ez micsoda? Farkas fej. Tehát, hogy előre megcsinálta make-upok? Nem csinálunk ilyeneket. Tetkók! Na, sem arctetkó, sem nyaktetkó nem lehet. A karra se lehet valószínűleg a zombi harapások miatt. Gondolom én. Vagy ez pénzbe kerülne? Én nem tudom. This game ain't gonna play. When can you start? I need to stretch my muscles out. Welcome to the team. This is a vibe. Pretty great if you ask me. So much to do, so little time. Ez tetszik a voice-ot. It's good to be home. Time to settle on up. Something about this town lights a fire in me. Getting swanky in here. Miért van mellé a karakterennek? Ő így született. You are in for a... You ready to run this town? Nekem ez tetszik? Micsoda? Hogy ilyen a karakterem? Ez egy őrült játék, őrült poénokkal. A beteg karakterem szerintem teljesen belefér ebbe a világba. Nem? Na igen, amúgy szerelmes vagyok ebbe a karakterbe, azért választottam őt. Itt az előbb láttam egy Debet. Deb the Sun. De hol van a... Ő csak rázza a ketchupot az üvegben. Mi mást hiszel? De jó ég. Vafankúló. Várjál, ez micsoda? A madár. A madár! Az helyzet, ezeket az imótokat meg kell nézni, mert a büdös életben nem fogok imótolni a játékban, már ne haragudjatok. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy miért imótolnék a játékban. Jó, hogy ezek a moving emotes-ok. Aszta. A kóp mi? Ja, a kópba, tehát a kópba teljesen elhiszem, hogy miért, jó? Hogy nyomja? Tehát, hogy ugye a pingvin emote, az... Tehát, hogy lehetne azt mondani, hogy nagy a zsákom emote.
Na várjál, ez mennyire jó, ugye? Longbow. Felhúzza. Páf! Édes Istenem, milyen jó! Szevasz, Lord Fairy! Ő érzi a karakter generálónak a ritmusát. De hol van az a deb? Hol az a deb? Volt egy olyan, amikor ilyen mélyről debelt, nem? Vagy ezt csak elképzeltem? Egy-két ház húrás. Jó, srácok, nem tudom, hogy hol van az a deb. Na mindegy, akkor menjünk tovább. Emote 2. Ja, hogy be lehet állítani. Srácok, mehet a longbow az egyikre, igaz? A másik pedig mehet a ketchuprázás. Jó. Ez a személyisége a karakteremnek, a longbow és a ketchuprázás. Mit szóltok? Jó lesz? Kész. Persze. Sziaszkod, szevasztok, srácok! Antonio! Glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Antonio! We got a party going on, so I'm gonna keep this one short and sweet. Fuck the Panteros! Fuck the Idols! Fuck Marshall! The Saints are here to stay, baby! Hogy nyomjuk a partit? So, if you know how to shoot a gun, or if you're broke and wanna learn how, swing by the church! We'll be waiting for you! Ő egy kecske volt, srácok? Ja, azt mondta, hogy yeah, jó, jó. Miért tört be menet közben a kijelző? Ja. Kicsit beverte a karakterünk a fejét. Vagy legalábbis valaki. Olyan, mintha el akarnák temetni a karakterünket. Itt vannak az emlékek. Közben meg temetik a karakterünket. Konkrétan el is temették. Vége is a játéknak. Az a helyzet, hogy rossz karaktert csináltunk, és a játék azt mondta, hogy ezt temetni kell. Szóval mi voltunk azok, az a karakterem volt az, aki hát azt mondta, hogy mindenki bekaphatja. Hello, and welcome to Marshall Defense Industries. We know it wasn't easy getting here. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. A hangon, srácok. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled, and in doing so, proved that you were martial material. But don't take my word for it. Hogy tetszett a játék? Nagyon jó volt a karakter kreáló. Hello, I'm Atticus Marshall, and I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Nekik is azt mondtuk, hogy kapják be. We make the world a better place. Ez volt a speedrun, ugye? Hogy nyomta az öreg asszony? With a little TLC. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? It's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I think we need to brush up on our care package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance. You know, our job interview has a 5% mortality rate.
Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen. Contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Amúgy csúszik a felirat, de szerintem ez beállítás miatt van így. Ez szerintem miattam ilyen. Ezt mindjárt megnézem. Alpha team, go! First day on the job. Fuck up. Ez az első napja a karakterünknek. Right. Let's kick some. Holy shit. Turrets. Take cover. Eddig jó a karakterünk. Szia, Veroci. Jesus Christ, it's my first fucking day. És már eltalálták két rakétavetővel. Pillanat, srácok. Bocsánat. Igen, ez lesz az. Shit. Anybody left? Me, I think. Figures. We have to rendezvous with Bravo team or we're dead. Keep pushing forward. I'll meet you there. Sprintál, futunk. Balkik a jövő. Már van egy killünk. Gotta keep pushing forward. Megöljük, srácok. Az a helyzet, hogy van aim assist, mint látjátok, vagy egyébként nem aim assist, hanem target lock. Van target lock a játékban, de olyan, mintha a fejlesztők sose csináltak volna még ilyen lövöldözős játékot. Nagyon fura ez a TPS lövöldözés. 60 FPS-es lock van. Amúgy be lett állítva tényleg. 120-ra van állítva. És itt pedig uncapped framerate. Tényleg amúgy. Pillanat, srácok. Látom. Látjátok, 120-ra van beállítva. Itt pedig uncapped. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Tehát, hogy olyat se kér tőlünk a játék, hogy megerősítés. Na jó, V-szinket benyomjuk, az jó lesz. Benyomtam a V-szinket, most már jobb. Ezt amúgy nem értem. Tehát, hogy miért kell V-Sync ahhoz, hogy uncapped FPS-ünk legyen? Na mindegy. Most már amúgy jó. Hey you! We gotta find... Fuck! Better hustle, newbie. Bravo team is ready to move in. I'm not exactly taking a coffee break here. Marshall scum! Bite me! Amúgy jó, hogy van ilyen... target lockos rendszer, mert hogyha nem lenne, akkor valószínűleg nagyon rossz lenne a játékban a lövöldözés. Az helyzet, hogy nincs szükségünk a V-Sync-re. Védeni kell az APC-t. Ott valamiért megjelent egy E-gomb. Mit lehet csinálni az E-vel? Quick shot! Lehet csinálni ilyen quick shotot. És azt mikor lehet csinálni? Ja, látom! Ez az APC-t irányítom, srácok. Igen. Push the payload. Fú, ne haragudjatok, de ez a... shooter élmény nagyon fura. Nagyon más, nagyon fura. És azért mondtam azt, hogy mintha a fejlesztő soha nem csinált volna még ilyen shooter részt a játékaiba.
turret! I got it! I'm good with these! Now that's not... You are damn lucky we don't have time to argue. De amúgy lehet, hogy csak beállítások kérdése. Take that turret, damn it! Damn, damn it! You wanted the turret? Get your ass in it! Azt mondja, hogy be kell szállni a töretbe. You better shoot that turret like you shoot off your mouth. See? Told you I was good with these. Just shut up and shoot. Find something to hide behind. Az asszisztot ki lehet kapcsolni? Szerintem ki lehet kapcsolni. Szerintetek lövöm? Lövöm amúgy, most már látom a HP-ját. Nagyon negatív a chat. Sokat olvasták a kritikákon. Szia Pepe! Gwen, can you hear me? Anybody? Shit, either they're all dead or there's no signal. Guess I should push on and find the Nawali myself. Na lehet takedownokat csinálni. És ehhez kell ilyen takedown méter, tehát hogy a takedown méterünk töltődni fog. Most valószínűleg tudunk csinálni egy takedown-t. Ez ugye nem volt olyan látványos, mert sötét van. Na most elvileg két takedown tudunk csinálni. Tudunk rúgni. Ezt ki kell próbálni. The Nawali wants them all dead. Ezt ki kellett próbálni, srácok. At least I don't have to wear a suit. Jaj, amúgy ne haragudjatok, de pont takarom a térképet. Ez a target lock nagyon furi. Kapcsoljuk ki szerintetek? Nézzük meg, milyen kikapcsolva a target lockkal. G-vel weapon wheel-en tudunk változtatni. Gwen, hello, do you read me? You're still alive? Mikor kikapcsol, yeah, akkor is benne lesz? Megnézhetjük a módot, hogy milyen. In a minute. Gonna clear out some goons first. Oksa, kikapcsoljuk, srácok. Ez nem, tehát hogy ez ilyen kisegítő dolog? Nem, ez nem kisegítő dolog. Akkor gameplay? Challenge option. Lock on type, short lock. Na ez lesz az. Ott van, full lock on. Tehát, hogy teljes lokont tudsz csinálni, akkor gyakorlatilag annyit kell csinálni, hogy nyomod a jobb klikket, azt nyomod a bal klikket, és meghal mindenki. Ezt például ki lehet kapcsolni. Rászneppel egy kicsit. Na elvileg ez az. Auto, lokon, new target. Jó, szerintem ez így jó lesz. Igen, van Tobi iTracker zsűbővitény az elején. Erről zengtem módákat, hogy milyen. Next time I give an order, the only words I want to hear. De amúgy nagyon jól testre szabható egyébként. Yes, ma'am. Legalábbis így a beállításokat illetően. Ajaj, srácok. Na, hát így azért már másabb a játék, persze. Így kijön az, hogy jobban be kéne állítani a célzást. Látszódik az, hogy mennyi HP-n van egyébként? Mert nem látom.
You assholes are just working stiff too, huh? Lesz később majd sniperünk? Vagy más fegyverünk? A fegyver fölött az a takedown méter. Csak a HP csík alá lősz. Jobb lent. Az a takedown méter, nem? Az középen van. Akkor, bocsánat, akkor az a HP, jól van. A takedown méter az a Saints Row jel. Ezek szerint. Little C4 should take out that barricade. De elvileg C4-ezni kell. Ja, aha. Ez is rájátszok a hátát. G, és akkor átváltunk. Couldn't do that in my last job. Ha lesz half damage. C4-gyel? Newbie over here! Jó kérdés. Van ilyen? Glad you could join us. Let's move. Na, visszatértünk közben a csapathoz. Newbie, once we hit the saloon, you flank left while the rest of us hold the center. Flank? But I can... Istenem, szakítja. Yes, ma'am. Newbie, stay in formation. Itt van valahol enemy. Let's take it. Aha. Q-val kell googolni alapból. Gondolom így nincs akkora szórása a fegyvernek. Mondjuk valószínűleg jó lenne, hogyha a fedezék mögé googolnék. Pillanat. Jaj. Lehet vajon azon állítani, mert én nem láttam, hogy melyik vál fölül nézzünk. Szia, vadafak! Hú, de sokan jönnek. Oké, megjött a csapat. Jönnek kásálni. Szevasz, madari. Pirítós voltál reggeli. Be kell menni a szalomba. What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink these days? Mr. Nawali, you're coming with me. You really think you have what it takes to bring me in? I mean, yeah. Hey, where you fucking going? Hey. I said you're coming with me. Perhaps I don't respect your authority. Then respect this. You set one foot on those stairs. Igen, csak a ruha miatt néz ki úgy, mint hogyha mellei lennének a karakteremnek. Igen. Igen, holy igen. Shit. No, you goddamn don't. Nagyon rossz ez a ruha. Igen, nem passzol a karakternek. Na majd, ha átöltöztetjük, milyen jó lesz, Dunyuska. Give it up, Nawali. There's nowhere to hide. Mi volt ez? Ez olyan, mint, volt, mint a Half-Life-ba az a plazma vető, nem? You're surrounded. Take it easy on yourself. Azokat mit csinálnak, srácok? Uh!
aki esetleg játszott a játékkal, vagy nem, vagy netán tudja, hogy mi van, lehet-e állítani a... azon, hogy melyik vár fölött nézzünk. Nem? Kár. What the fuck? Thanks for the ride. I'll see you around. Hogy kilöktál? Hajómból az emberünket. Stand down. We don't got time for hero bullshit. Don't worry, I got this. I got this. Na. Na, a hősünk megoldja, srácok. Édes Istenem. Hát... az, a karakterünk azt mondja, probléma van. Jó, egyelőre be van akadva a repcsi. És hogy átcsúszik a pisztolyon? Azt nézd! Mindjárt el fog szakadni, érzem. Na, hát és közben jönnek az ellenségek. Ne haragudjatok, nem tudom, mennyi van ebbe a fegyverbe? Kell újra tölteni? Vagy ilyesmi? Nem. Srácok, ez úgy néz ki, hogy... Itt nem kell tárat cserélni. Easy. Lehet, hogy feljebb kéne tenni amúgy a nehézséget. Bár a célzás még mindig nekem nagyon fura, vagy inkább szokatlan, nem tudom. Ez a kamera nézet amúgy nagyon fura, hogy így nem lehet állítani. Meghalt a töretes. Most így konkrétan nem lehet látni a karakter miatt. Mondjuk lehet, hogy csak nem kell bezoomolni, de akkor meg nagyon hord a fegyver. Medium, a középső nehézségen nyomom. Úgy voltam vele, hogy az biztos nyújt kihívást, egy kicsit, de nem is túlzottan nehéz. De ez olyan, mintha valami easy nehézségen nyomnám, tehát konkrétan, mintha a leggyengusabb lenne. Nagyon kiszámítható a karakterünk. Középső nehézség, mert évek óta nem ad kihívást, mindig a hard vagy a közeliek, aha. Nem akartam így a Saints Row-ba úgy belevágni, hogy így... megszívassam magam, de jaj, itt följebb lehetne rakni a nehézséget. Aztán ki tudja, lehet, hogy egy óra múlva meg már inasba tesznek minket a népek. Vannak olyan küldetés, akkor megraknak téged médiumon is. Ja, pont erre gondoltam, mert ugye ez még az első küldés, itt most nagyon úgy néz ki, mint hogyha easy lenne a nehézség. Na! Karakterre kreálás 2, elérkeztünk.
Ja, ez a tutoriál volt, igen. Na menj már, mennyire jól áll neki ez a kalap. Nem értem amúgy, hogy helmetet miért nem tudok állítani. Tehát azt értem, hogy kalap exkluzivitáson, de miért? Nem tudom, én ezt a hajat nem akarom eltakarni. Matt. Na, szóval azt mondjátok, hogy a ruhával majd szebbé tudjuk tenni. Én nem tudom. Eddig egyik se tetszik. És az a helyzet, hogy... Így. Legyen félmeztelen a karakter? Nem. Ez egy harapás, igen, megharapta a zombi. Megharapta a zombi. Nem lesz rózsaszín, srácok. Ez nem áll jól neki. Ez nem áll jól neki. Ne haragudjatok. Ez jó. De így miért nem lehet egy csomó mindent állítani szerintetek? Tehát nyomhatja amúgy a sonadrág nélkül is. És ez mi? Ja, aha. Várjunk, most miért lett kabátja a karakternek? Ja, mert kértünk rá, mi? Na. Az helyzet, ezek a rucik amúgy, amik egyelőre vannak, ezek nem tetszenek. Kábolyos, egyértelműen, mert a kábolyos cipelő. Teljes testes felszerelés. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Minden játékban a basic ruhát ár és extra pénzt kell adni. Tehát akkor később majd tudok jobb ruhatárat? Ja, és még újra lehet állítani. Az a helyzet, hogy... ez most ennyi. Ez most... Az a helyzet, srácok, ez most ennyi. Hogy tudsz venni ruhákat és fegyvereket. Azt mondja, meg akarom nézni, hogy... az a helyzet, ha levesszük a... melkasának a méretét, akkor ez a karakter már nem ugyanaz a karakter. Ez már nem ugyanaz. Na, így jó lesz. Így jók vagyunk. Majd tudsz venni ruhákat és fegyvereket is. Na, zsír! Not a bad start. Jesus Christ! You're not gonna last. Your pep talks need some work. Köszi, srácok, az infókat. Performance bonus. Nagyon jól teljesítettünk. Is this a joke?
és nem kaptunk semmit. Tehát a performance bónuszt kaptunk. It's supposed to be a bonus based on exceptional performance. That's right. And if you had performed exceptionally, you would have seen a bonus. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. Nem voltunk jók, azt mondja a főni. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. This is a warning. Fall in line or find a new job. Na, megvan az első küldünk. És kaptunk XP-t is. Bármikor tudunk módosítani a kinézetünkön a stílus alkalmazással a telefonon. És ez már egy töltőképernyő. Akár lehet nyomni egy eszket, és akkor rögtön tudunk játszani, csak a shaderek akkor nem lesznek optimalizálva. Na, kint vagyunk, most már beszállhatunk a kocsiban. Szia, Dunyuska, köszi, hogy itt voltál. Fall in line. Chinga. 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 A Deep Silver bemutatja. Chingada madre. Lehet driftálni. Egy szeki, majdnem driftáltunk. Mierda. Az FPS megint lokkolt? Maldita puta mierda. Megnézzük. Pinche maldita puta mierda, pinche maldita. Most már nem tudom. Most 85 van. Pinche maldito culo de perro y verga de gato y todo lo que. Most FPS lock van. Jó. Ingala caga también. Valamiért FPS lock lett, igen. Köszi szépen, hogy szóltatok. Most már nincs. Valamiért bekapcsolt az FPS lock. És hát nem is tudom, olyan... Ne haragudjatok, de most így erre ránézek, ez jól néz ki. Valami beállításom tuti, hogy nincs rendben, mert ez, amit így most látok, ez erre nem mondanám azt, hogy ez egy AAA játék. Pillanat, srácok. Hey, it's Kev. I'm baking up a slamming congratulatory brunch for when you get home to celebrate your first. Itt valami nagyon nem jó. Hát, hogy ez nem néz ki jól? De miért nem néz ki jól? Hát... Hát csak minden a maximumra fel van véve. Minden égvilágon maxra fel van véve. Tehát, hogy a tükröződéseket állítom, látjátok, hogy valami változik. De nem látszódik semmi. Na, shadow quality. A shadow az például látszódik. Részletesség. Hűha. Ugye a víz kvalitét azt nem látjuk most. Na az underground az például látszódik, hogy jóval dúsabb a növényzet. Post-processedből ugye nem fogunk látni semmit. Effektekből sem. Ugye a cache-elés, tükröződés. Na, ez például látszik, ez a vehicle shading. Hogy a ray tracing. Hogy mondjam nektek?
nem az, hogy más vártam volna a játéktól, hanem... Csak így meg vagyok lepődve, hogy AAA játék, az hogy néz ki? Ez a játék ilyen rosszul néz ki, nem a beállításokkal van a gond. They went with someone else for the junior art curator job, so looks like I'm still. Olyan, mint hogyha menne valami, nem is tudom. Hát valami technológia menne a háttérben, nem tudom, hogy hívják azokat, amik így segítenek az FPS növelésben. Most így hirtelen nem jött eszembe, hogy mi annak a technológiának a neve, de hogy az ugye nem kell, és így egyszerűen. Olyan furán, de a DLSS olyan, mint hogyha menne srácok a DLSS. Valami high speed vagy ultra performance DLSS menne. Mert amúgy, hogyha közel megyek, akkor így látszódik, hogy ez az autó szépen néz ki, de ha elmegyek tőle távolba, mondjuk így, akkor már olyan, mint a hoppácska. Nagyon furi, nagyon fura a textúrák, ahogy így kinéznek. Na mindegy, szóval ez így érdekes volt egy kicsit. Nem akarok beleszólni, de kritikát olvastál? Nem olvastam, de hallottam, hogy miket mondanak rólam. Tehát, hogy például az aputásban hallottam, hogy miről van szó, de nem olvastam semmit. De nem tudom egyébként, hogy milyenek voltak a Saints Row-k. Tehát, hogy mondjam nektek? Amikor így állunk egy helybe, és így a tárgyak közelen vannak hozzám, akkor jól néz ki a játék, viszont amikor így mozgunk, akkor olyan, mint hogyha ilyen... Hát ilyen... Minden ilyen elmosódott lenne, pedig nincsen motion blur, meg semmi ilyesmi. Ez az FPS lock is fura? De amúgy... Lehet, hogy egyébként a Saints Row játékok ilyenek, csak az a helyzet, hogy nekem, tehát hogy nem csak nekem, hanem sokatokkal is valószínűleg így van, hogy az emlékeinkben megszépülnek az emlékek a játékokról. Ugye például ez a Last of Us remake-nél is igaz, hogy így játszol a remake-kel úgy, hogy előtte jó pár éve játszottál már az alappal, és így azt mondtad, hogy ja, szép, de hogy ahhoz össze kell hasonlítanatok, hogy így átjöjjön az, hogy mennyiben eltér. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a $300 waffle maker, you can buy with the exposure the idols pay you in. Don't expect us to chip in. I've told you before, the idols are trying to build a post-capitalist society where money is not a concept. Yeah? Then why don't you go run off and join the commune? I'm into showering. Are you gonna help me get the waffle maker or not? Azt nézzétek, milyen gofri van oda tetoválva neki. You're wearing a fucking bow tie. Okay, I will throw in 20 bucks for a waffle maker. Nina? Good for 10? Who helped you move your forged paintings last month? Fine, 15. What sort of waffle maker can I get for 35 bucks? Presumably one that makes fucking waffles. Hey, the wage slave is back. A család. How was your first day? A gofri csinálóra próbálnak, gofri sütőre próbálnak pénzt dobni. I give him a 7. You look like you could use a mimosa. Thanks, Eli. Seriously, how's the job? It's the murder business. The fundamentals don't change, just the uniform. I can tell you love it. Okay. Jó lett a karakterünk? Na, örülök, hogy tetszik is. So I'm guessing that means the pay's good. It's supposed to be. Got stiffed on my bonus today. Dude, what the fuck? Played a little fast and loose on the job and well, my CEO wasn't a fan. You gotta be kidding me. Ugye most pont arról számol be, hogy milyen volt a meló. Ugye a tutoriálunk. To call me Rook and threatened to take my badge. Are we gonna make rent? We'll make rent. We just gotta be a little more creative.
Last time we got creative, I got stabbed 3 times. Hey, it would have been 4 times if Nina and I hadn't shown up. It would have been 0 times if you were on time. This is true. Csoda teljes tetkó van amúgy a karján a srácnak. Just knock off a payday loan place. No one gives a shit if people rob those bastards. You have a job now. You could actually just take the loan. Eli, I don't do business with morally bankrupt companies. You work for Marshall. Brunch is a time for friends and mimosas, not debates on morality. All right, all right. Man, this is really fucking good, Kev. Thanks. I was worried I added too much pepper. No, seriously, this is perfect. The only way this could be better is if you put on a fucking Kevin. Shirt. Dinner and a show, baby. Oh, please. Okay, brunch is done. Dishes are clean. Let's go. No, Ninával kell dumálni. You know how we should celebrate afterwards. Karaoke. Yes. So Nina. Úgy néz ki, srácok, hogy cinematikok után újra bekapcsol az FPS lock. Mit is csináltunk, hogy megoldódjon? V-Sync kikapcs. És V-Sync bekapcs. Ugye ezt csináltok. Can we take a hybrid? Jó. Eli, I love that you're worried about fuel efficiency. Cinematikok után FPS lokkal jutalmunk. Just take that yellow one. Amúgy Eli-nak is elég jó a stílusa. Amúgy ja, jól látod is, 65-re lelokkolt az FPS. Tehát az első feladatunk a tutoriál után ellopni egy kocsit. Ezt a rózoga törött kocsit. Jézusom. Kev, you case the place. What are we looking at? One guard out front and the owner at the till. He's a real scuzzbag. I want some kick a dog. So, you know, fuck that guy. De hogy jött ki a 65? A triple buffer miatt, nem tudom, amúgy nem lenne szükségünk a V-Sync-re is, mert ugye uncappelve van az FPS. Let's get psyched. But only you can decide how you react. Not this crap again. Hey, what's the rule? Furán működnek egy kicsit a beállítások. You have more agency and power than the world wants you to know. But to realize that power, there's something you need to do. You need to be your own boss of your job, of your happiness, of your life. You don't make $15 an hour, no. You're selling hours of your life. Ez egy rádió? Ez egy műsor, amivel beszélgetnek? So what do I say to the person who wants to get paid what they deserve? Ja. That's right. Be your own boss. That's right. Be your own boss. Nem érzem élettelennek az egész környezetednek a város. Nem tudom, még nagyon keveset voltunk. Tehát, hogy így kb. Egy percet voltunk az utcán. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded. Yeah, okay, I don't need a gun. Good call. Showtime. Nagyon tetszik amúgy. Nagyon tetszik, ahogy a karakterünket összeraktam nekem is. Szerintem teljesen beillik amúgy így a családba. A kemény fiú. Na, mondja nyugodtan, Konix. We don't want your money, just his. Get out of here. Menjél ki innen, nem kell a pénzed. I've been getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people. Nice left. Been practicing. Can tell. Mi a neve a karakteremnek? Férfi, szerintem. Bár nemet szerintem nem lehetett állítani. Melengeti a szívedet, ahogy kinézünk? Na, tök jó. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. Tehát konkrétan az volt a kód a széfhez, hogy 555. 3 darab 5-ös. Same plan as last time. Eli, Kev, pretend traffic laws matter and get the money home. Dean and I will split up and give the cops a run around. Cool, let me get the McGillicuddy. No! Nem tudom, mennyire kell majd sietni, de majd megnézzük, hogy a Tobi Eitrekkel jól működik a játékban, jó?
az amúgy elég menő. Tehát azt bármilyen játékba berakják, az amúgy nagyon menő. Hogy a dinamikus a fény. Time to beat it before the cops show up. Állítsuk át a double buffer-re a vészinket amúgy, vagy mire állítsuk át szerintetek? Double buffer-dön 60. 60 az FPS-ünk. Fuck no. I'm monitoring the police scanner. They're just responding to the call. Na nézzük. Tehát valahol süt a nap, ott süt a nap. Belenézzünk a napba. És most nem nézünk a napba. Pillanat, srácok. Time to beat it before the cops show up. Nap. Is full of adversity and challenges. But... Sötét. Oh, fuck no. Nap. Nem változik semmi. Semmi nem változik az égvilágon. Mindegy, hogy hova nézek. Vagy igen? De. Vagy nem? Mit tudom én? Mit tudom én? Nem, nem változik. Nem változik látványosan. Oh, fuck no. I'm monitoring the police scanner. They're just responding to the call. Semmi nem változik. Azt nézzük, srácok, aki esetleg nem értené, hogy az AC Originsban olyan volt ez a technológia, hogy amikor ránéztünk a napra, akkor elkezdett sötétedni a kép. Igen, hogy még több részletet láthassunk. Ha meg belenéztünk egy barlangba, ahol sötét volt, akkor meg elkezdett világosodni a kép. Itt most bárhova nézek a képernyőn, nem történik semmiféle dinamikus fényállítgatás. Time to beat it before the cops show up. Life is full of adversity and challenges. But... Oh, fuck no. De benne van a Toby AI technológia. Játsszunk már. Ja, azt hittem, hogy az a lényeg a streamnek, hogy megnézzük, a, hogy miket tud a játék. Bocsánat, bocsánat. Elnézést, elnézést. Had time for a train. Nem a legjobb az összehasonlítás, kicsit más büdzsé a kettő. Hát akkor minek raktál bele? Tehát akkor teljesen felesleges volt implementálni a technológiát, hogyha nem is működik, érted? Majd még a Toby Eye-tech trackerben meg kéne nézni azt, hogy ha mozgatom a fejem, akkor más lesz, tehát akkor mozog-e a karakterünk. Legalább akkor azt belerakták-e. Az a feladat, hogy elpusztítsuk a zsaru kocsiját. Csúszkálni kell. Így. Our illustrious champion returns. Welcome home. Remember to keep your speed up. Yes. Gotta speed up. Okay. This is what I do. No. Ha! That took care of him. How's everyone else? Eli and I made it home with the money. Prefektor, köszi szépen az 50 hónap tier 2-es támogatásodat. Srácok, feregjenek a szfegek Prefektornak. Köszi szépen a támogatásodat. That's pretty deep in Pantera's territory. Did you tell your gang you did that? Are you kidding me? If Sergio knew we were running a job on his turf, he would have taken a 90% cut. 90%? Good God. Man's either a monster or a capitalist genius. Ez a kocsi rángatás, ez olyan furi. Mármint, hogy...
De biztos jó, csak rá kell érezni. Tehát, hogy itt nem lehet bemenni. Az FPS lock hiba egyébként kijövetel óta benne van. Augusztus 20-án jött ki, nem? Augusztus 25. Na, úgy néz ki, hogy új szint, új skill. A skill alkalmazásba tudunk skilleket rakni. Skilleket pedig a középső gombbal tudunk aktiválni. Aha, és ez a HP bár fölött jelenik meg, hogyha van egy ilyen kis négyzetünk ott, ami így feltöltödik, akkor tudunk skilleket elnyomni. Hát ezt most már elszúrtam, mert hosszan kellett volna nyomni a tabot. Pineapple Express. Megfogunk egy ellenséget. Igen. És így az alsójánál fogva így odahajítjuk, mint egy gránátot. Ah, tehát minden cutscene után FPS lockunk lesz, aha. Hát a szívás. Na és úgy néz ki, hogy 4 skillünk lehet, ezek közül én az elsőt ugye, amit most elérhető, azt be is raktuk. Második az ilyen smoke screen lesz, ugye, hogy nem tudják az ellenségek, hogy hol vagyunk. Proximity mine. Ez menő. HP upgrade. Permanensen növeli a HP-nkat. Wow. HP absorbunk is van például. Mi a legdurvább? Flow upgrade. Aha, tehát akkor ez nem skill, hanem ez egy permanens upgrade. Oké. Okay. És úgy néz ki, hogy a 20-as szint az így a max a játékba. Legalábbis így skilleket illetően. Death Blossom. Mindenfel elő a karakterünk, miközben táncikálunk. Big Draw. Wow! Na ez amúgy elég menő skill. Aha. Szénceket tudunk hívni magunk mellé a harcba. Tök király. Milli atakunk több damot nyom. Na, tök jó képességek vannak amúgy így a játékban. Oké. Okay. Jó. Az a helyzet, hogy... Ne ragudjatok. E. Okay. What the fuck did you assholes do to my getaway car? Ain't your car if it's on our turf. Now you're gonna pay for parking. Szétszették a kocsinkat. I don't have time for this shit today. Move around. You can't fight back against us. I needed that fucking car. Things I do to pay my rent. Kéne próbálni ezt a képességet, jó? You think you can do this to pay? Ja. Igen, ott a gránát, csak egy kicsit rossz fele dobtuk el. Az helyzet, inasba raktak minket. Meg kell ölni a Los Panteroszt. Na, tehát ez most még egyszer. Tehát... Ezt most miért nem tudom elnyomni? Nem tudtam elnyomni, srácok. Azt a Pineapple akármit. A képességet.
Another one down. Problem. Los Panteros scrapped my switch car. What? Lehet egyébként? Aha. Pénzt lehet lootolni a megölt arcokból. Még mindenkinek, srácok. Na most mocival fogunk nyomulni. Double flipet kell csinálni vele. Mármint, hogy van egy ilyen kihívás, ahogy látom. Négy egész hét szekát voltunk a levegőben. You free and clear yet? Not at all. I've got cops up the ass. I'll pick you up on the other side of the bridge. Lehet közben forgatni a kocsit, vagy valami ilyesmi? Mert hogy így ugye írta, hogy backflipet lehet csinálni, csak azt nem mondta el, hogy hogyan. Ti tudjátok esetleg, hogy az hogy lehet? Vagy nézze meg a beállításokban? Szegény karakter. Well, shit. Down on the ground! Na jó! Hát ez egy elég stílusos parkolás volt Aninától. I said I didn't want to risk it for rent. I'd risk anything for you, dummies. Ez mennyire menő volt. So, is this how it's gonna be every time we have to pay rent? I thought that went great. Yeah, okay. Maybe I can go back to running my own side hustles for extra cash? Don't worry. We'll figure it out. This town is full of opportunities. Santo, ki lesz? És egy újabb küldetést csináltunk meg. Jött lóvé meg XP is. Saints and Furious, így van. Jó. Apartment. Tudunk, igen, lesz weapon cache, tudunk kocsikat vezetni, meg tárolni a garázsban. Side hustles. Nem legális munkák. Freelance munka, tehát, hogy fel tudnak minket fogadni, hogy lődözzünk. És ugye jött a az FPS lop. Hey, glad you made it home safe. We have to get better at this rent thing or we'll never get to do karaoke again. Also, we'll get evicted? Nina said you might go back to some of your old side hustles. I have some friends who might need work done in your... Na, kéne csinálni valami melókat. When you say friends, do you mean friends or... special friends? All my friends are special. Én egy különleges barát vagyok, így van. I'll like them fine as long as their money's good. Thanks, kid. Na most kaptuk ezeket a kék melókat. Mission? Nem ezt akartam amúgy. Map. És akkor meg kéne nézni egy ilyet. 4000 XP. Wingsuit szabotőr. Mekkora amúgy a térkép? Ez a játék teljes térképes, srácok, ami itt van.
Nem tűnik így első blikre nagynak, de aztán ki tudja, lehet, hogy becsapós. Nem is nagy, aha. Mondjuk, lehet, hogy elég. Nagyobb, mint az előző szénszer, de nem sokkal, aha. De neki mentünk egy zsaru kocsijának. Na, azért egy kilométert menni kell. Olyan, mint hogyha lehalkult volna a játék, nem? Olyan halk a kocsi. Visszajött az FPS log? De mitől? Aj. Lehet a térképtől? Mutatta, hogy tett valamit a térképünkre. Valószínűleg amúgy attól. Igen, olyan, mintha Hulk lenne a kocsi, vagy Hulk lenne a játék, nem tudom eldönteni. Na, nem tudom, hogy oda bemenjünk-e. Igazából bemehetünk. Ez tetszett, ahogy kiszállt. Ugye hosszan nyomtam el az E-t. Long time no see. How you been? Good. The associate. I mean, great. I hear you're now gainfully employed. Yeah, but you know, could always use a little extra on the side. What are you up to? Consulting. Got a big client in the telecom sector. Telecom, huh? You interested? Don't really know much about telecom. No, trust me, this work is right up your alley. Still got your wingsuit? Yeah, but I'm a little rusty. Don't worry, we'll go over the basics. You in? I don't even know what we're doing. Come on, let's go for a ride. Mehet a wingsuit. Abba úgyis profi vagyok, nyomtuk abba a Riders Republicba, vagy mibe is volt, srácok. Your wingsuit to each target area and destroy the dishes. Szerintem nem lesz meg elsőre ez a küldi. Ready as I'll ever be. Good. AD és kontrollal meg redukáljuk a speedet. Jó. Nem tűnik elsőre bonyolultnak. Aha, és akkor dobni kell oda, és akkor robbantani. Jó. Ó, ez kemény feladat. Hát az el sem ment addig. Amíg van 2 percünk. Aha, és ki kell lövetnünk magunkat. Wow! Cleared the first area. I could use this tower to get up in the air. Szervusz, Noel. Jaj, már egy kicsit. And with time to spare, nice work. So this is how they do it now in the telecom business? The market's very competitive. Seriously? Don't ask too many questions, just enjoy the paycheck.
Na, meg is vagyunk. Wow! Ez menő volt, csáncok, ez a Wingsuit Mission. Tetszett. Még achievementet is kaptunk érte. Na. Nem, ezt akartuk a térképet. És akkor... Side Hassle. Igen, ott írja, hogy... tehát, hogy itt mik vannak. Ezen a részen is mik vannak. Story Mission. Discovery. Player, Headquarter. Na, a kérdésem, hogy most van-e itt ebben a játékban ilyen fő sztori szál, vagy így most az a feladatunk, hogy csináljuk ezeket a side hustle-okat? Hogy most mi a feladat, úgymond? Most is azt csináltam. Tehát akkor ezek a side hustle-ok a story. Aha, okés. Jó, akkor csináljuk ezeket a kékeket. Jó. Echa. Nem tudom, ez mi lesz. És az? Pony Express. Kapunk egy buggy-t. Szia, Cooler! Szevasztok, srácok! Azt hiszem később is lesznek, csinálj X-Side contentet, aha. Boomers! Elvileg van amúgy fegyvermodolás, kocsi modolás, szóval addig mindenféleképpen szeretnék eljutni a játékban. Ba. Ez jól nézett ki, ahogy fékeztünk. Ez mindig nagyon tetszik, hogy ki lehet szállni így is, hogy fekszünk a tetőre. Select a main mission, aha. Challenge yourself, aha. Na itt vannak ilyen missionok, meg challenge-ek. Oké, és ezt az M-mel értük el. És most hol vagyunk? Mert oda akarok menni. Pillanat, srácok. Igen. Tehát mi most hol vagyunk? Nem lehet amúgy megjeleníteni magunkat a térképen, hogy hol vagyunk? Elvileg ott vagyunk, ahol a mission van, viszont én itt mission nem látok. Igen, ott van az a kis görbe. Elvileg itt van valahol valami mission. A bug is mission, viszont nem mutat semmit a játék. Nem jó helyen vagyunk. Na, most már mutatja egyébként. Ja, mert hogy ide jöttünk és már el is tűnt. You're Emilio, right? I heard you need a driver. I need a driver who's not afraid to crash through a police roadblock to get a job done. Sounds like me.
What's the cargo? A box? Gonna tell me egy doboz a szállítmány, és nem is mondjál, hogy mi az. Csak akkor mondjál, hogyha meg akarunk halni. Át kell, tehát hogy neki olyan ember kell, aki átmegy még a rendőri blokkádon is. Pony Express. Te el kell kerülni ezt a... Igen, tehát nem szabad, hogy a zsaruk spotoljanak minket. Lehet nitrózni is. Jól van. Follow the tracks and smash through anything that gets in your way. Be aggressive. Use the nitrous if you have to. Why does this box have air holes? I said no peeking. Okay. Na hát az a helyzet, hogy itt szerintem nem fogunk tudni átvágni. Kár, hogy pont sötét van. És annyi mindent nem lehet látni. Tehát, hogy nem sok mindent lehet látni a játékból. Nem tudom, hogy itt ki tudunk-e menni. Jó. Ilyen a nitro. Ha is látom, az ott a HP bár fölött jelenik meg. De kemény! Azok van, kapja a kocsi. Ez milyen játék? Ilyen open world. Open world, lövöldözős. Ez mint a GTA. Mond így, beszorulunk. Ujjjjj. Nem vagyunk már egyébként messze. Még nem vezetek. Jó, és akkor itt balra. Ja, hogy lejár az idő. Na hát ez mondjuk szívás. Ja, ezt újra kell csinálni. Fura ez az indokod a 720p, mert... Micsoda, fura ez a 720p indokod, mert a 1070 bírná az 1080p-t. A 1070 a VOD rögzítéseket csinálja, ahogy korábban is csináltam. Follow the tracks and smash through anything that gets in your way. Be aggressive. Use the nitrous if you have to. A Ryzen 3900X csinált a streamet. A 7700K pedig nem bírja a 1080p-t, a 720p-t is alig, úgyhogy azért van így gép, jó. Úgyhogy ja, a 1070 az bír, a 1080p-t, sőt, 1440p-t is bír. Nem figyeltem, srácok, hogy ez a mission amúgy időre megy. Bár várható volt. De most már jobbak vagyunk, tapasztaltabbak vagyunk. What is it? The city's acting on behalf of a dozen federal and international law enforcement agencies. Is it time to derail it and make sure it is not there? Was that for the one? Azt nem próbáltam. Tud ilyet? Az a helyzet, hogy szerintem az 1440p-s rögzítéssel
eléggé ki van maxolva a teljesítményem. Pedal to the metal, compadre. You're running out of time. Jó. Úszak. 300 méter. Nehezebb, mint gondoltam, srácok. Follow the tracks and smash through anything that gets in your way. Be aggressive. Use the nitrous if you have to. Why does this box have air holes? I said no peeking. Pedig most aztán siettem. Mondjuk ilyeneket nem kéne csinálni. Sokan bolckodnak két géppel. Szegény Nessai meg egy géppel is megoldja, amit mások két géppel. Hát ja. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Ja, megoldja. Lejjebb is kell venni a grafikát. Néha. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Több előnye van a két gépnek, mint hátránya. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen, amúgy. Köszi szépen maga a ízes feliratkozás ajándékozást. Öregenek a szövegek, srácok. Praise the sun. If you get busted, they'll extradite your ass to Colombia. They'll have to catch me first. Knocked him dead. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Mizus maga. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Pedal to the metal, compadre. We're running out of time. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Oké, és meg is vagyunk. Our modest fellowship expands. Oszta! Miért repült a kocsiuk a rendőröknek? Our modest fellowship expands. Praise the sun. Az helyzet, mindjárt meghalunk. Srácok, ez nem valami hatalmas szvegpergetés, amit itt műveltek. Nyugodtan, toljátok. Bagom in tagom. Ja, itt azért már kijön a nehézség, srácok. This is what I do. Bang out! Right. I made the jó, sokat levédett amúgy a... Csapia. Na, szóval. Köszi szépen, hogy lehetővé tetted Rikus negyedik, Morfi, Turitibi, Baló Kapitánó, Ivanovszki és Zsorus első hónapját, Konaja harmadik évét, ugye névrokon, Tukjuti nyolcadik hónapját, Albatrosz és Stax második hónapját. Köszi szépen maga a támogatásodat. Srácok, mutassátok meg, hogy kell ezt a szvegpergetést csinálni. Szóval ja, lehet egy gépről streamelni, persze. De ha teheted, akkor inkább a kettő. Sokkal jobban eloszlik a teljesítmény. Ugye a gamergépnek elég csak a játékra fókuszálnia.
mely nem kell telipakolni mindenféle streamhez szükséges programmal, amivel összeakadhat ilyenek. Oké. Okay. Szóval van 8 is. De hát ez olyan dolog, hogy mindennek megvan az előnye és a hátránya. Ugye több komponens esetén több mehet tönkre. Na, meg is pergettem azt hiszem mindenkinek. Köszi szépen a támogatásodat maga. Na és meg is kaptuk a bugit. Illetve kaptunk még több ilyen Pony Express-es küldit. Na nézzük, mik vannak még, miket lenne érdemes csinálni. Observe and report. Menjen ez a küldi. Na, tehát az M-mel férünk hozzá a rendes mission-ökhöz. Tehát ez rendes mission lesz most. Na, jó ebédeléseket maga oda. Tényleg már fél kettő. Ja, valamiért a kocsik amúgy halkak, de hát ugye általában azt szoktuk felróni hibának, hogy olyan hangos a kocsi, hogy más nem is lehet hallani közben. Úgyhogy nem tudom, ez így mennyire mondanám gondnak. Inkább csak furi egyelőre. Milyen tűzi játék van itt közben. De ez elvileg main mission lesz, amit így most csinálni fogunk. Ezek a sárga pirulák, amik így megjelennek a térképen, most is megjelent, ez micsoda? Vagy nézzük meg a térképet. Szevasz, mókás. Aha. Ilyen drog... Drogo lerakat. Wow. Uh-huh. Tehát ugye ők kirakták a drogot, én meg fel tudnám venni és eladni. Hogy jöttem erre rá, hogy ilyen problémáim vannak? Hát ez egy ilyen... hosszas nyomozás, mókás. És még mindig nincs megoldás a problémára. Folyamatosan cserélgetem a komponenseket. Nézem, hogy mik vannak. És hát még mindig nincs megoldás, sajna. Jackpot. Na, szóval ők lerakták a drogot, én meg felvettem a pénzt. És XP-t. Tehát ez ingyen pénz és XP, ha jól értem. Bingo! Még szintet is léptünk. Miről maradtál le? 2,5 órányi streamra. Cha-ching! Na, tehát hogyha ilyen drogos jelölést látunk a térképen, akkor oda mindenféleképpen oda kell mennünk, mert ez ingyenes, ingyenes pénz és XP. Tök jó. Na, skillek és pörkök. Harmadik szinten megkaptuk a smokescreen-t. Igazából, mivel ingyen van, be is raktuk. Tehát, hogy itt nem kell állokkolni, hanem, mármint, hogy itt nem kell költeni semmit arra, hogy meg legyen egy képesség, elég fejlődni. Az milyen jó kocsi! Azt elvisszük. Let's go, bizony. Mizu amúgy mókás. I like this car.
Azt hiszem nem örülnek, hogy elcsentem a kocsiukat. Hívottam úgy erősítést, ha jól láttam. Gyere csak mellém. Oké, és ahogy látom, kell még neki egy. Ébredezel? Oké, majd ide kell jönni. Csak először le kéne rázni a srácokat. És ahogy látom, újabb drogos lerakat. Na, elvileg itt van valahol a drog. Ott van. Hú, ahogy látom, van még itt. Hey! Milyen a Saints? Viccesnek vicces egyébként. Lehet, hogy van benne őrültködés, mint ahogy arra számítottam. Finders keepers. Az már más kérdés, hogy miért van AAA-s ára a játéknak, holott egyelőre eddig erre nem szolgál rá. Yo, what's up? This is Trippy Red coming at you on Flex 103.5 KGRLL. Tehát a streamer, tehát a nem licencelt zenék miatt a rádiók nem is működnek. Gondolom én. Van olyan rádió, ahol szól zene, szerintetek? Az előbb valahol pedig megszólaltak, nem? Melyik lehetett az szerintetek? Az előbb valahol szóltak, és most végigmentünk az összes adón, persze lehet, hogy nem hangolt rá, de... fura. Ez furi volt, srácok. Where is everyone? I didn't need everyone, just you. Because I'm the only one who can get it done. Yeah, Fooney. Sure, let's go with that. Sergio, huh? You're familiar with Panteros? I mean, my roommate's one of them, so yeah. Oh, don't give me that look. Rent's expensive. Is this gonna be a problem? I mean, per the roommate code, I'm gonna have to fold their laundry for 2 weeks, but beyond that, I'm golden. What are they moving? Antiquities, mostly. The Nawali was waiting to sync up with them before he was captured. You mean before we captured him? I'm pretty sure you were about to die when I came along and saved your ass. And yet, if I had installed him, he would have got away. So, you're welcome. Do you want it to look like an accident or a statement? What? Well, I'm assuming you want me to make the convoy disappear? No, I want you to follow it. So I can kill everyone and retrieve the stolen goods. So we know where they're going. Sure. Bocsánat, nagyon leragadtam annál, hogy milyen jól néz ki a karakterünk. Then you will report back to me, I will arrive with the team, and you will go home and hit the showers before you have a chance to fuck it up. You think I can't do this? I think you like getting a paycheck. Follow the convoy. Szerintem le fogjuk szedni a napszemcsit a karakterről, bármennyire is bedesz, mert a tükröződés az nem néz ki a legjobban a karakterünk szemüvegébe. Ne a szuperkocsink, srácok! Marshall. Milyen szombos a Sergio. A Sergio? Szevasztok, szevasztok, srácok. Hey there. A szuperkocsi. We about to see some action? Nope. Order Sergeant, follow the convoy. Nagyon zörög ez a kocsi. Seriously? Convoy's right there. Amúgy ez jól néz ki. Beszéltünk arról, hogy amúgy alapvetően nem néz ki a jól a játék, de ezekkel a fényekkel így jó az összhatás. No. My friends are counting on me to get my performance bonus. I can't afford to screw it up.
Don't engage. Just observe and report. Looks like them motorcycles are falling back. Probably just drop something. Fuck him up. You gonna just let him shoot at us? The wind was very clear on not engaging. We don't do something, all we're gonna observe and report is getting dead. Szét fognak minket lőni. Just this once. That's how I like to ride. Oop, oop, oop. Jó, kapták. Okay. Nem tudom, hogy van-e reload gomb, azt mindjárt megnézzük. Observe and report. Tehát... Dios. They got a turret. Can't take this kind of fire forever. Our orders are to follow them. No can do. Unless you want to take that thing out. Meghaltak a motorosok. Getting closer. De valószínűleg... Wait, what are you doing? Ki kell másznunk, és akkor innen tudunk lövöldözni. No, from the truck. Get me closer. You're out of your goddamn mind. I thought you said you were a maverick. A little bit. I said a little bit. Jó, meghalt a töretet. Nem halt meg. Basszus, és egy golyóval jöttünk ide. Heads up! You got more incoming! Oh, come on! I was almost done! As long as I'm here. Ruby? Why am I seeing gunfire at the back of that convoy? When? Well, there were motorcycles and then a turret and then... Nem érti a főni, hogy miért kezdtünk el lövöldözni. Mik akkor most velünk vannak? Gondolom velünk vannak, mert nem pusztul a kocsi. Another one down. Jó. Gyors tárazás. Kicsit lángol a kocsink, de hát... Ez ilyen. Itt valami... Itt valami nagyon nem klappol, srácok. Honest to God, I am trying. Well, as distractions go, you're exceeding expectations. Great. Was that in my performance review? Ja, baj. Keep him coming. Ja, ő ellenség. Na basszus, nagyon sokan vannak. Ja, az amúgy robban, szerintetek? Ha, robban. Tessék. Amúgy... Azt hittem előbb meghalnak. Amúgy én se sokat szénztroztam, de már emlékszem, hogy szerintem mindegyiket kipróbáltam, mókás. Hogy így milyen. Talán a hármassal játszottam a legtöbbet. Ú, ilyen magnum nekem is kell. Shit, Sergio! Don't fall back! Don't fall back! Mother fuck! You try to lose him, I'll keep him off our asses! Kezdtünk lemenni a kocsi. Nem tudom, a kerekeit kéne lőni, vagy mit. Nyomom, srácok, ezerrel a bal klikket. Szerintetek rá lehet, az a helyzet, nem lehet rádobni olyan C4-et, pedig az lett volna a tervem. Meg C4-ezzük. Én úgy látom, hogy nagyon kapja ez a járgány. És végül nem is én végeztem vele. Basszus, végül nem is én végeztem vele. Okay, time to finally get the fuck out of... What is that? Sandstorm.
We're going in! Come in, newbie! Gwen! We hear you! We're falling back! Negative! The drone is down! I need a convoy. I'm giving you field command. Oh, Sandstorm. Really? Do what you gotta do. Follow the lead truck until it stops. Then na, mi az mókás? Úgy néz ki, nem számított, hogy lőttük. De legyengítettük. Legyengítettük, srácok. Jaj. Erre nem számítottam, hogy már most háborúzni fogunk. Nagyon sokan vannak. Piu-piu! Az hogy leesett? Neki szállt az égő motor. Hoppá. Hogy hadonászott előttünk, láttátok? High on Life játékkal tervezek-e játszani? Nem vágom. Passziánszózhattam is volna a motoráztatón, amíg balesetet nem szenved az enemy. Nem vette észre. Az meg át kell ugrani, így van. Na ez király volt, hogy a tereteket úgy intéztük el, hogy lecsatoltuk. Rick és Morty stílusú játék. Tényleg. Hát megnézhetjük majd. Szeretnék amúgy majd egy új fegyvert. A drone do this. When set to do what I need. Megett a 65 FPS-es lop, amúgy. Azt hiszem, a készítőknek bejött az utolsó Mad Max film. Me and you. End of the line, me and you. Pillanat, srácok, mielőtt belekezdenénk ebbe a boss fightba. Ugye vannak, akik imát mormolnak. Mi a vészinket állítjuk. Na, szóval vannak ellenfelek, akiknek van shield ikonjuk, tehát ők keményebbek. És immun instak a takedownra. Addig, ameddig a shield ikon rajtuk van. Várjunk, tehát akkor itt... Na, gyere! Tehát átvágtuk a nyakát, de azért még fejbe is lőjük. Amúgy mi ez, srácok? Ez a rozsomák személyesen? Azt nézzétek. Mi a fene? Pillanat. Nagyon kapom. Meghalt a rozsomákos. Amúgy mindjárt haló. Ha esetleg van rá mod és végig tolnád az Elden Ringet, magyarul az nagyon király lenne. Hát figyelj, én nagyon szívesen végig is tolnám, basszus. Csak az megint kb. Elvinne egy másfél hónapot így a streamből, hogyha kb. Ugye csak azzal játszanék, mert nyilván
mindent is szeretnék meg nézni, hogy milyen magyar felirattal írnyó. Édes Istenem, milyen fejet vág! Valami ilyesmire számítottam. Hey Gwen, I followed the convoy. It stopped. Igen, most már nem megy a konvoj. Követtük, de most már megállt. Valahogy teljesen véletlenül megállt a konvoj. You did good. Holy shit, a compliment. Yeah. Kapunk mindjárt bónuszt is. Newbie, get over here. Oh, chat out, Cosma. Gwen says you were responsible for retrieving the hummingbird codex. If that was something in the truck, then yes. Impressive work. I wouldn't have been able to do it without JR, sir. Team player. I like that. There's someone I'd like you to meet. This is Dr. Antonio Espina. He's the chief curator for the Museum of Santo Aliso. It's nice to meet you, sir. The retrieval of these relics is no small feat. Ugye ő is ott volt az elején. Just doing my job, sir. Antonio's museum has a contract with Marshall, and he requested you to be in charge of security. What? Gwen's filled me in on your eccentricities, but the results speak for themselves. At the ice team, but I feel now. It's my second day. Sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion. No, I want the job. I'm just surprised. Things change fast. But I want to ask at the ice team. So, can Antonio and I count on you? Száz óra a gameplay. Vagy 80. 60-nal is számolunk, az egy év. Egy év. Nagyon el lenne húzva. Sok pénz, sok XP, és új side hustle-ok, tehát új side mission-ok. Choplifting. El kell lopni objektumokat helikopterrel, és el kell őket majd dobni. Amúgy azokat meg kéne nézni, azt a helikopteres mission-t. Nem tudom, szintet léptünk szerintetek? Nem léptünk szintet, pedig bíztam benne. Ja, nem léptünk szintet. De amúgy a gírnyó, én is nagyon élvezném, félre ne érts. Nagyon király lenne. Nagyon király lenne. A piece of the action. Anubis sapkák. Sisakok. Csinálunk még egy mély mission, mit szóltak? Hey there, it's me, JR. From Marshall. I got a favor to ask if you got a minute. Might be a little something in it for you too. Not doing anything else. Be right there. Kéne egy járgány, ott van. De ugye, ha a tavasszal jön egy Elden Ring DLC, akkor más lenne a helyzet. Vagy ez pont egy limuzin? Az a helyzet. Ja, ezzel akarom menni. Az helyzet, hogy Elden Ring DLC, azt úgyis mindenféleképpen nyomjuk. Hát akkor mindenféleképpen lesz Elden Ring content. Magyarítás amúgy, tehát a magyar feliratos Elden Ring is amúgy nagyon érdekel, tehát hogy úgy végigjátszani, basszus, biztos frankó lenne. Az milyen kocsi? Basszus, azt el tudjuk még szerintetek kapni? Mondjuk, ha magyar szinkronos Elden Ringről lenne szó, az instant. Az instant, tehát az nem is lenne kérdés. Megint hosszan nyomtam az át. Casey, better work in here.
miért fogja így a fegyvert? Jó. Nem értettem, hogy miért tartja így a fegyvert a karakter. Sokáig várnak, elfelejtik a game? Ó, nem. A Souls fanok azok nem felejtik el a játékot. Azok nem. Egy Elden Ringről van szó szerintem. Bármikor is jön a DLC. Amíg nincs előre bejelentve és nem kezdik el haladgatni, addig szerintem nincsen gond. Addig szerintem nincsen gond. De amúgy nem tudom, hogy egy Dark Souls esetén hogy jöttek a DLC-k, de szerintem egy ilyen évre rájött nagyjából, nem? 2016-ban jött a áprilisában jött a DS, ha jól emlékszem. Év végén jött az első DLC, fél meg egy évre rá, a második valahogy így, nem? Srácok. Jó, fel nem megyünk amúgy, mert most már kezdek kételkedni. A GPS most már teljesen más irányba küld minket. Én nem fogok hinni a GPS-t. Na tessék. Most tényleg erre kéne mennünk. Hát én bízom benne, srácok, hogy nem ver át minket a GPS. Az Elden Ring nem csak a Souls fanoknak szól. Szerintem, de. Csak a Souls fanoknak szól. Attól, hogy többen belekóstoltak, még... Ja. Szerintem ugyanúgy a Souls-fanoknak szól. Csak nagyobb figyelmet kapott, mint az eddigiek. Nagyobb figyelmet kaptak a Souls. Nagyobb figyelmet kapott a Souls műfaj. Így az Elden Ringnek köszönhetően. De ez csak az én véleményem persze. Hát lehet, hogy nincs igazam. After that little clusterfuck we had with the Panteros, you know, when my life was flashing before my eyes, I started thinking about early retirement. Seems fair. Took my bonus and savings and bought this empty lot. I'm fixing to open my own garage. Trouble is, pack of those idols anarchists made off with my shipment of car parts. Áprilisban jött, 16 áprilisában jött a DS, októberben az első DLC, márciusban pedig a második. Aha. Jó, gyorsan nyomták akkor. Az biztos amúgy, hogy az elvárás megnőtt. Az biztos, hogy az elvárás megnőtt az Elden Ring esetén. Hey yo. Kev, quick question. The idols robbed this guy I know. Any idea where they take his stuff? Probably to the camp. This friend of yours some rich bigwig? Nope. Just a regular Joe trying to make ends meet. That doesn't sound right. The idols are about taking down the corrupt system, not the little guy. El kell menni az idoloknak a campihez, a táborához. Well, just be careful, okay? The idols are like a family to me. I promise I'll be nice to them. Ajzé, ja, sok Souls game fog megjelenni, az biztos. Ez Elden Ring hatására. Hogy is mondjam, a Timézia vagy a Timézia ígéretes játék, hogyha ha figyelembe veszük azt, hogy mit indít el a stúdiónál, a fejlesztőknél és a kiadónál, hogyha büdzsét teremt a fejlesztésére, vagy esetleg a következő projektre, Akkor jó. Tehát az a helyzet, hogy ezek a játékok ígéretesek lesznek, de hosszú távú, ez egy hosszú távú dolog lesz valószínűleg. Hosszú távú lesznek sikeresek. Na. You. I'm De ki a fenne vagyol? A new recruit. Well, csatlakozni akarunk hozzájuk, ugye? Tehát meg kell keresni a kígyó maszkost.
Steel Risingot most így hirtelen nem vágom, de az, ha jól emlékszem, jön még jó pár Souls game. Ott van. Amúgy jól látom, hogy ez a LED így el is vezetett hozzá. Hi, Cheryl? I'm thinking about joining the Idols. Yeah! Ready to take down the establishment? Sure. By, like, stealing car parts and shit? Or by punching everybody in the neck till they choke! But hey, yes, you do you. The Idols are a big tent. You like heists? Talk to Martin. He's headbanging around somewhere. Hogy nyomja amúgy, azt nézzétek. Ú, tényleg a Lies of P is ígéretes, tényleg. Meg kell keresni Martint. Na, Martin a headbangelős. You Martin? Heard you were a heist man. Fuck yeah! I made this botnet that hacks Wi-Fi enabled refrigerators. Come summer, there won't be a working ice dispenser in town. Sounds great for the little guy. But do you steal real things? Like car parts? Amúgy pont ezért nyomtam be a felirat késleltetést, hogy ha esetleg csúszás van, akkor is ugye lehessen követni, mert így túl, tehát, hogy túl gyorsan elvált amúgy a felirat. Na, a Timmy O pedig, akit az előbb megbamboltunk, szerintem ő lesz az, ja. Timmy O? I heard you bring in big hauls. Anything that ain't nailed down. DJ Avatar az a neve. És valamilyen koponyás arc, legalábbis a térkép alapján. Where would you even keep something like that? Warehouse in back, with the other refuse of materialism. Oké. Tetszik ez a világító labda. Old Kev, I try to play nice. Jó sötét van, nincs valami fákja nálunk. Stop! What are you doing here? I heard you have some car parts. I was hoping to take back. A Souls-like-nak az a definíciója az, akik, ahogy nehéz játék. There are no little guys. Just idols and tools of the system. Na, végre lett amúgy új fegyverünk. Az a gond, hogy az mi a fene? Hát ő addig levédi. Jézus, ez a fegyver, srácok! Na, ez már fegyver! Na, gyere! General Kenobi, amúgy. General Kenobi személyesen? Knocked him dead. Kérdés, srácok, a tapasztalt Saints Row játékosokhoz. Jól tudom, hogy sokféle lehetőség van így a fegyverekre, tehát például, hogy lehet mesterlövészünk is. Ja, én ezzel csak vicceltem amúgy, Zakika, hogy ami nehéz a szalzák, mert ugye sokan így szokták besorolni. Nehéz játokat, tök olyan, mint a DS. Mármint, hogy van többféle fegyver, hát többféle fegyver típus. Hát, hogy nem csak ilyen, hogy kis pisztoly, meg ár, itt tudom, én gondolom, shoti.
Én csak Pistit néztem, neki még nincsen sniper. Tehát elvileg itt a konténernél kell lenni. Meg komolyabb árak, aha. Steal the buggy. Vissza kell menni az Idol táborba. Ne haragudjatok. Ne haragudjatok, nem tudom. Nem tudom, most mi a feladat? Hát azt mondja, hogy nem mehetünk el a konténertől, és nem mehetünk el a táborból. Akkor mit lehet csinálni, hogy ellopjuk a bugit? Most egy kicsit tanástalan vagyok. Vigyem a konténert is. Mert van rajta kábel. Igen. Görgő talán a bágiba. Akkor nem ez kell nekünk, hanem mondjuk ez. Vagy most így... jó, talán elmondhatjátok amúgy, hogyha most én vagyok a béna, aki nem értem meg, hogy mit kell csinálni. Amúgy igen, bal klikkel, tudom. Restart from checkpoint. Mert hogy bebugol. Akkor jó. Nem gáz, nem gáz, csak nem tudtam, hogy most én bénázok, vagy gond van a játékkal. Mutatnia kéne, hogy melyik kontroller az. Ó, oh, köszi amúgy Mistral, meg köszi szépen srácok a helpet. Ilyenkor tehát, hogy... teljesen jogos lenne, hogyha nem tudom, tud-e ilyet amúgy kiiratni az MSI Afterburner oda bal felülre, hogy lássam, hogy most éppen dolgozik az SSD, amin rajta van a játék, vagy annyira bebugoltunk, hogy még a loading is bebugolt. Szerintetek most mi történik? Tehát SSD-n van a játék. Normális ez a töltési sebesség, vagy Alt+F4 és kezdjük előről? Az helyzet, hogy Alt+F4. Nem, mert be kellett volna töltenie. Noksa, akkor nyomunk egy Alt+F4-et. Kb. Azonnal. Aha. Nincs Alt+F4. Vagy van? Nyomta egy Alt+F4-et, most már nem tölt FPS-t. Jó, van Alt+F4, csak várni kellett rá 10 szeket. Mindjárt indítom a játszit. Újra. Kíváncsi vagyok, hogy honnan folytatjuk. Elvileg van quick save a játékban, ami ki bekapcsolható. Tehát, hogyha akarod, akkor van quick save, hogyha nem akarod, akkor nincsen quick save. Is Grozver, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást néked is. Köszi szépen a másfél hónapot, és gratulál az újabb badge-edhez. Van quick save, csak nem szeret menteni. Aha.
Biztos vannak ilyen checkpointok. Nem beírtad a parancsot rólad, hogy válaszolt is a botom. Ha minden igaz. Legalábbis én láttam, hogy válaszolt. Ott is van. Tehát amikor látjuk ezt a jelet, akkor ment automatikusan a játék. Köszi szépen a pergetést Phoenix és Willy is Glazernek. Nyugodtan pergesétek srácok a szövegeket. Azt nem vágom, hogy van-e mission közbeni mentés, de ha nem bánjátok most, ezt most így nem. 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 Tehát, hogy... nem, tehát, hogy... Na. Nem tudom, hogy alapból ment a játék mission közben, vagy missionökben nincsen mentés, és csak akkor ment, hogyha mondjuk végzünk egyel, de most ezt így nincs kedvem újra kezdeni, és azt se vágom, hogy miért lett mesztelen a karakterem. Nem tudom, hogy honnan folytatjuk egyébként a játékot. Van egy autószívünk, 13.48-as, tehát hogy 20 perccel ezelőttről tudjuk folytatni a játékot. És 8%-os completionnél tartunk jelenleg. Elővesszük ezt a játékot még egyszer biztosan, mert szerintem ez alatt a 2 óra alatt annyira nem tudtuk megismerni. És nem szeretném, hogy úgy búcsúzzak el tőle, hogy most jó, nem nézett ki olyan jól, kifagytunk, bágos volt, vagy mi az, bágos volt, aztán kifagytunk, aztán nem tudjuk folytatni, mert hogy 20 perccel ezelőttről van csak mentés. Hát nem tudom. Mit lehet mondani a játékról? A játékról mindenféleképpen el lehet mondani azt, hogy vicces és szórakoztató. Nem tudom egyébként, nem emlékszem, hogy a Saints Row korábban mennyire voltak szórakoztatók, de hát majd azt így úgyis megmondjátok. Ha jól tudom, de ez csak az alapján mondom, tehát, hogy ezt nem tapasztaltam meg. A játék egyébként most próbál polkorrekt maradni, amennyire csak lehet. Próbál elvezgetni a határon. De egyelőre nekem tetszettek egyébként. Tetszett a küldetések humora. Nem mondom azt, hogy mindegyik küldetés roppant vicces és szórakoztató volt, de ez alatt a 2 óra alatt, amíg így játszottunk vele, azért jó párszor kacagtunk. Hát, amúgy lehet, hogy nem 2 óra, nem 2,5 óra. A karakterkreálás mókás volt, tehát, hogy akár most is tudom azt mondani nektek, hogy máshogy nézzünk ki. Tehát rögtön át tudjuk szabni a karaktert. Na, még egy achievementet is kaptam, mert bejöttem a menübe. Nagyon furin néz ki a játék. Hogy mondjam nektek? Jól fut, tehát jól fut a játék, ezt aláírom, de nem tudom, hogy mit kellett. Tehát, hogy nem emlékszem, hogy a korábbi Saints Row hogy néztek ki, szóval majd valószínűleg stream után össze fogom hasonlítani, hogy hogy néztek ki a korábbi Saints Row. És akkor lesz egy fajta rálátásom. De
Hát... finoman szólva, csúnyácska. Csúnyácska a játék. És... nem érződik az, hogy... a kiadó, mert hogy a fejlesztő brigád dolgozott volna még ezelőtti jó pár Saints Row-n. Tehát, hogy nagyon fura a lövöldözés, de az is lehet egyébként, hogy csak én nem szoktam meg ezt a Saints Row féle pufogtatást. Tehát, hogy nagyon fura a kamera kezelés, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon fura az a lövöldözés a játékban. És az külön fura, hogy alapból egyébként ezen a közepes nehézségen target lock-kal indít. Tehát, hogy igazából csak, ha megnyom a jobb klikket, akkor már bal klikket kell nyomnom, és halnak az elemik. Ja. Úgyhogy... egyelőre nálam nem billent el a mérleg abba az irányba, hogy iszonyatosan, borzalmasan szar lenne ez a játék. Viszont mindenféleképpen szeretnék adni neki még egy esélyt, még jobban felfedezzük ezt a gémet, csináljunk mémissionöket, challenge-eket, egyéb side activity-ket, és akkor talán majd kicsit jobban meghatározza ez a játék magát nálam. De a grafika furi. A grafika nagyon-nagyon furi. Azt a micsoda kocsi. Ja, hát és egyelőre, bár persze az első 2-3 óra alapján nyilván nehéz megítélni, de egyelőre a 60 euró az így eléggé VTF. Eléggé VTF. Valószínűleg egyébként indokolt az alapján, hogy mennyit dolgoztak vele, valószínűleg, tehát, hogy ez valószínűleg egy indokolt dolog, hogy miért kerül 60 euróba, de az alapján, amit most látunk, az alapján annyira nem lehet érteni. Talán azok tudnak majd normális értékelést adni erről a játékról, akik már úgy játszottak vele, és nem csak átszaladtak a főszálon. Tehát, hogy úgy játszogattak vele, mit tudom én, beleraktak, hát mondjuk nehéz ezt megítélni, de mondjuk beleraktak 40-50 órát, azok talán jól el tudják majd mondani, hogy milyen ez a játék. Mert valaki most belerak annyit, mint én, az alapján nehéz megítélni. Hát ja, én meg pont az vagyok, aki egy 3-3,5-4 óra alatt megítél egy játékot, hogy milyen. És hát, hogyha most ez alatt kéne megítélnem, srácok, azt mondanám, hogy ezek kár foglalkozni. De ezért megyünk egy kicsit tovább most, mert